A korábbi évek passzív lakossági aktivitása átalakulóban van, és ebben jelentős szerepe van a cselekvő közösségek hálózatának, mondta Fodor Tamás, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai vezetője. Azt mondja, biztató jelek ellenére a kulturális gazdasági fejlesztés még nagyon gyerekcipőben jár. Az a tapasztalatunk, hogy azért ezt még magyaráznunk kell, hogy ebben milyen lehetőségek vannak. Általában, amikor erről beszélünk, amikor előadásokat tartunk, akkor még csak figyelnek, de még nem igazán érzik az ebben erő lehetőségeket a helyiek, de nagyon jó példák vannak azért országosan, hogy igenis lehet kulturális gazdaság fejlesztést csinálni, akár úgy, hogy hagyományos dolgok felé fordulunk, akár úgy, hogy alapvetően a jövő technológiai, jövő innovációi felé fordulunk. Tolnamegyében két uniós projekt fut jelenleg, mely a közösség aktívabb szerepvállalását célozza. A jelen helyzetben, mondja Baranyai Eszter aljegyző, a helyi értékek megnövekedett száma is jelzi a helyi aktivitás növekedését. Mindegyik projektnek az a célja, hogy a helyi identitást, a Tolnamegyei identitást erősítsék, erős településeket, erős közösségeket, és mindezzel erős Tolnamegyét alakítsanak ki. Komjáti Ágnes arról szólt, a legnagyobb eredmények között van, hogy több kis településen azok a korosztályok kezdtek el öntevékeny működést, akik a legnehezebben megszólíthatók. Így az idősek, akik bezárkóznak, vagy a fiatalok, akiknek tovább kell majd vinni a helyi értékek ügyét.